Sziasztok! De a mai videóban az Amazon Fire Stick-et szeretném bemutatni. Ez egy második generációs Fire Stick. Az Amazonról, eBay-ről és egyéb helyekről lehet rendelni ilyet. Szeretném is bemutatni, mi van a dobozban, hogyan működik, hogyan kell beüzemelni, hogyan kell beregisztrálni az Amazon fiókot, esetleg alkalmazásokat olyan lehet telepíteni. Ebben a videóban ezt szeretném bemutatni. Nézzük. Nekem is új, soha nem volt még eddig Fire Stick-em. Ma érkezett. Szállító. Adapter. Ez maga a Fire Stick. Kábel. Ez a tápkábele. Pedig az erre van, termékeny. Ezek ilyen használatosítás, stb. Ez maga a Fire Stick, amely tévének egy HDMI portjába kell bedugni. Nem USB-be megy, hanem HDMI-be. Sokaknál a falon van feltéve a tévé, közel a falhoz, ezért nem bírják a tévé hátuljába így bedugni, mivel közel van a tévé a falhoz. Legtöbb tévén van oldalirányú csatlakozó, tehát nem a tévé, így van a tévé, és nem így kell bedugni, hanem a tévének oldalirányba, valamelyik oldalt van HDMI portja, HDMI csatlakozója. Tehát így oldalirányból lehet dugni a Fire Stick-et. Amennyiben nincs ilyen, úgy van ez a kis zsinór, amit bedugsz a tévébe, és ezt így lehajlik, és akkor ebbe bedugod a Fire Stick-et. Így. És akkor igazából így is lehet használni, egész rugalmas. Viszont még egy dolog, a Fire Stick-nek áramot kell adni. Itt van rajta egy csatlakozó, ez a tápkábele. Ezt így be kell így dugni. És akár ebből a kis töltőegységgel, akár TV esetén egy új sima USB portba be kell dugni ezt a USB csatlakozót. USB dugót, és akkor onnan is tud áramot venni a Fire Stick. Tehát nem muszáj ezt használni, teljesen jó a tévének egy USB portja. Ugye a legtöbb tévén az újakon van már USB port, ezért oda is be lehet ezt dugni, és akkor nem kell ez a kis áramadapter. Itt a távirányító. Elég kevés gomb van, elég hasonlít a Magic remote-okra, amik vannak a újabb Smart TV-khez, nincs csak ilyen pár darab gomb van. Ilyenvel a pár gombban minden funkciót tud kezelni. Nem így igazán. Fóliát nem lehet eltávolítani. erre szükségünk, meg maximum még erre. Tovább elmutatom a tévénél, ugyan tovább. Ugye beüzemeltem a Fire Sticket, összeütöm a tévével. Ezt a részt nem vettem fel, mert ugye értelemszerű. Be kell dugni egy HDMI portba, adni kell ki áramot. Ez most az első indítás, ezt fogjátok látni, amikor beüzemeltek. Mutatja, melyik gombot kell nyomni az indításhoz. Az elindítom, a start gombot. Tehát ezt. Be kell állítani hármat először is. Jól tudom, magyar nyelv az nincs rajta. Igen. Tehát akkor mindenki állítson be egy olyan nyelvet, amivel elboldogul. Most beállítom az angolt. Rá kell csatlakozni a Wi-Fi-re. Mindenkinek. Mindenki is a saját Wi-Fi jelszavát. Nem lehet egy kisbetűt nagybetűt váltani, hogy esetleg nagybetűkkel. Akkor ebben lehet átváltani kis meg nagybetűk között. Akkor együtt jelszót, akkor a connect. Róla kell rá kattintani. És úgy csatlakozik az eszköz a Wi-Fi-hez. Mutatja, connecting to network csatlakozott. És elnézeli a frissítést. Most itt be kell jelentkezni, vagy regisztrálni kell egy Amazon fiókot. Akinek van Amazon fiókja, az az első választ, tehát akinek van létező Amazon fiókja, az menjen az elsőre, és csak jelentkezzen be a sima Amazonos felhasználó nevével és jelszavával. Akinek nincs, az választva az új vagyok az Amazonon, és itt lehet létrehozni fiókot. Menjünk most rá erre, hogy új vagyok. Create account. Jó. Rápjön a pluszjára. Ki kell választani az országot. Itt be kell írni a nevet. Ugyanúgy ebben az első gombbal lehet a kis és nagybetűt váltani. Space, ahol lehet szókat szakni. Kész, next. E-mail cím. Ide be kell írni egy létező e-mail címet. Be is tudnak jelentkezni. Ha amit állhatunk, akkor a delete gombbal visszalép egyet. Kész vagyunk, akkor next gomb. És létre kell hozni egy jelszót. Tehát nem az e-mail címnek a jelszavát kell megadni, hanem ki kell találni egy új jelszót, ami az Amazon fiókhoz fog tartozni. Lehet, hogy lejjebb kisbetű, nagybetű és szám. Kész, tovább, next gomb. Be kell ismételni a jelszót újra. Hogy next. Meg kell adni egy bankkártyaszámot. Az ugye azért szükséges, hogy beazonosítsa a rendszer, hogy ez valóban az a személy, akinek kiadja magát. csak egy ilyen azonosítás, nem fog semmit levonni, nem fog egyáltalán semmit csinálni a kártyával, ez csak a beazonosításhoz kell. Vagy esetleg, hogyha később szeretne vásárolni az Amazonról, akkor ebből a regisztrációval belép az Amazon.com weboldalra, és ő tud vásárolni, úgyhogy majd erre a hitelkártyával fizeti ki. De automatikusan nem van rá semmit a rendszer. Tehát nyugodtan adják meg a kártyaszámot, nem fog semmi történni. Teljesen biztonságos. Ha van kártyaszám, akkor a next gomb következő. Ide a kártyának a lejárati dátumát kell beírni, ugye, és ide a hónapot kell beírni, hogy melyik hónapban jár le a kártya. Ha például áprilisban jár le, akkor azt kell beírni 04, 4. hó. Ide az évet kell beírni. Tehát írják, hogy Solo és Maestro kártyánál kell megadni ezt a számot. Amennyiben nincs ilyen a kártyáján, akkor adja meg a start dátumát, tehát mikor a kártya kibocsátás dátumát. Tehát a kártyán van két dátum, egy dátum, meg egy a kibocsátás dátuma. Tehát Visa és Mastercard esetén a kártya kibocsátás dátumát kell írni, Maestro és Solo kártya esetén valami issuer numbert kell beírni. Ezt nem tudom micsoda, nekem nincs ilyen kártyám, de akinek ilyen Maestro kártyája van, vagy ilyen Solo, azoknak van ilyen issuer number, nem tudom mi az, azt kell beírni. Visa és Mastercard esetén pedig a kártya kibocsátás dátumát. Úgyhogy előre a hónap, és utána az év, de csak úgy, hogy 2-2 karakter. És nem kell teljes évet beírni, csak az utolsó 2 karakterét az évnek. Tehát, hogyha 2022, akkor csak 22-t kell írni. A hónap pedig ugye 10. hónapig úgy kell, hogy 0-1, vagy 0-2, 0-3, 10. hónaptól pedig rendesen 10, 11, 12. Tehát 2 karakternek kell lenni a hónapnak is, 2 karakternek kell lenni az évnek is. Ide be kell írni a lakcímet. Itt írja, hogy amennyiben szállodében csinálja a fiókot, hogy sokkal gyorsabb és könnyebb. www.amazon.co.uk/account weboldalon. Szóval az úgy lehet, hogy www.amazon.com/account. Ott sokkal gyorsabb lehet regisztrálni, és akkor már csak azt kell választani, hogy van fiókom, és belépek. Az legelső képernyőnél, ha kiválasztottuk, hogy új fiókot szeretnék regisztrálni, ott azt kell választani a legelsőt, hogy van már fiókom, csak szeretnék bejelentkezni. És akkor csak be kell írni az e-mail címet, a jelszót és bejelentkezni. Ott sokkal egyszerűbb, hogyha számítógépen regisztrálva az ember, de be lehet így is regisztrálni, csak így kicsivel bonyolultabb. Tehát itt a címet kérdezi, de be kell írni az utca, tehát a házszámot, és utcában nevét. Majd tovább gomb. De be kell írni a várost. Majd tovább. Éreset a megyét kell beírni, hogy van ilyen megye, vagy további ilyen információ a lakcímmel kapcsolatban. Majd tovább. Itt a irányítószámot kell beírni. Majd tovább gomb. Telefonszám. Majd tovább gomb. Ha minden stimmel az adatokba, akkor Create Account-ra kell nyomni. regisztrálja az eszközt. Ezt látjuk, akkor kész a regisztráció. Continue. Yes. Itt azt lehet beállítani, hogy ilyen szülői felügyeletet szeretnénk megadni az eszközön. Ebben kapcsoljuk be, ebben azt állítjuk, hogy nem szeretnénk. Next. Mutatja, hogy a felle a hangerő gombbal ezzel itt tudjuk a hangerőt állítni. De ez a távirányítóban van állítva. Itt a Prime-ot lehet előfizetni, Amazon Prime, ezt nem szeretnénk, no thanks. Itt ilyen ingyenes alkalmazásokat lehet letölteni. Itt arra no thanks, nem akarjuk. És ebben be van üzemelve, és be vagyunk lépve a fiókunkba. Innen megyünk tovább.